Izraeli, német, francia koprodukcióban készült alkotás vitte el a legjobb filmnek járó fődíjat a 69. berlini nemzetközi filmfesztiválon. A rövidfilmes kategóriában magyar alkotót is díjaztak. The Golden Bear for Best Film goes to Synonym. De Nadav Lapid. Tavaly előtt magyar, egy évvel ezelőtt román, idén pedig izraeli film kapta meg a legjobb filmnek járó aranymedvét. Nadav Lapid Szinonimák című alkotása önéletrajzi ihletésű tragikomédia, amely izraeli, német, francia koprodukcióban készült. A világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja azonban idén sem ért véget magyar vonatkozású siker nélkül. A 69. berlini nemzetközi filmfesztivál rövidfilmes kategóriájának a Teddy díját Buda Anna Flora Entrópia című animációja kapta. A 10 perces film három párhuzamos univerzumot mutat be, egy-egy fiatal nő él bennük különböző körülmények között. A rendszerbe véletlenül bekerül egy légy, amely képes átjárni a három világ között. Meg is nyit egy kaput, amelyen keresztül a lányok elindulhatnak egymás felé. Buda Anna Flora a Berlinálén beszélt az animációról. Saját magamat kerestem, amikor elkezdtem írni a történetet. Egy fiatal nőt akartam valahogy meghatározni, viszont én úgy gondolom, hogy lehetetlen egy személyiségről csupán egy szinten beszélni. Úgyhogy három részre osztottam, mert ez volt a legőszintébb módja annak, hogy saját magam jellemezzem. Buda Anna Flora az Entrópiával diplomázott a Moholy Nagyművészeti Egyetem animáció tanszékén. Témavezetője és a Magyar Nemzeti Film Alap támogatásával készült alkotás egyik producere Fülöp József, az egyetem rektora. A Berlinálé a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, a Cannes és a Velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. A 69. Berlinálé vasárnap ért véget, a 11 napos szemlén 72 országból 400 filmet mutattak be.